Sziasztok, üdv újra a csatornán! A mai videóban egy isteni sajtos kifli receptet hozok nektek. Nem is sajtos kifli, hanem egy sajtos békönös kifli. Kívül is van sajt, belül is van sajt, békönbe van tekerve, és óriási kedvence lett a lányoknak. Ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem, és megmutatom, hogyan készül. Na nézzük is, hogy mi kell a kiflihez. Kell hozzá 400 g liszt, 25 g élesztő, 40 g margarin, 220 ml tej, cukor, egy kis só, sajt és békön. És akkor mutatom is, hogy hogyan készül. Először is fogok és kimérek 220 ml tejet. Jó. És ezt egy picit megmelegítem ilyen langyosra. Ebben most belerakok 10 g cukrot. Elkeverem. És belerakok ebbe a cukros tejbe egy fél élesztőt, hogyha szárított élesztőt használtok, akkor egy egész csomaggal rakjatok bele. Ezt a Lini szépen elkeveri nekem. Jó, megvagy? Jó. Elkeverte. Akkor rakok rá egy evőkanál lisztet. Kicsit összekeverem, de tényleg csak egy picit, és akkor ezt itt hagyjuk pihenni. Most kimérjük a margarint, 40 g margarinra van szükségünk. Így, és akkor ez pedig a Lottika, nem baj, ez pedig a Lottika berakja nekem a mikróba. Most jöhet a liszt, összesen 400 g lisztre lesz szükségünk. Gyertek, pakolhatjátok felváltva, jó? Jöhet bele 10 g só. Megnézzük, hogy minden megvan-e. Lányok, segítetek? Mondja anya, ti meg mondjátok, hogy megvan-e. Liszt? Megvan. Élesztő? Megvan. Margarin? Megvan. Azt előrakod, nehogy elfelejtsük. Múlt egyszer jártam úgy, hogy elfelejtettem belerakni a margarint. Ügyes vagy, tedd ide, babám. Megvan. Oké. Cukor? Megvan. Tej? Megvan. Só? Megvan. Szuper. Akkor megvagyunk mindennel. Mindjárt csak előbb a szóval összekeverem a lisztet. Igen. Mert majd a gép úgy is eldolgozza. Látod, az már jó puha. Nem szívem, majd a gép elkeveri. Jó, az élesztőnk felfutott. Azt is szépen beleöntöm. Berakom a robotgépbe, és jól laposan kidagasztom vele. A tészta készen van, most körülbelül egy órát hagyjuk pihentetni, hogy szépen megnőjön, és akkor utána folytatjuk. Hát a lányok elkezdtek karácsonyi dalokat énekelni, de azért remélem hallani fogjátok majd azt is, amit én mondok. Tészta elkészült, ilyen szép nagy lett. Úgyhogy most egy lisztezett felületre kirakom. Ugye nem szabad nagyon lisztezni, mert amikor felcsavarjuk, akkor nem fog szépen összeállni a tésztánk. Ha esetleg valakit érdekel, akkor ez a szilikonlap, ez a Pepkóból van. És egy picit átnyomkodom, ezért nem viszem túlzásba. Inkább csak így átnyújtom, vagy átmozgatom. Mostanában nem szoktam óriásira kinyújtani, hanem csak ilyen picire nyújtom, és akkor ilyenkor szoktam felvágni, méghozzá 8 egyforma részre. Most megpróbálom kicsit elforgatni a kamerát, hogy azért lássátok is, amit csinálok. Szóval itt már van reszelt sajtom. És akkor jöhet a nyújtás, ugye minél vékonyabb, annál jobb lesz a kiflink. Nem tudom, mennyire látjátok, de ilyen nagyon-nagyon vékonyra nyújtottam. Sőt, még egy kicsit, ahogy látom, még mindig mehet följebb. Oké, akkor most
megszórom sajta, nem kell rá sok, csak egy pici, így, és akkor így fogom felcsavarni. Akkor én ilyenkor, hogy biztosan ne nyíljon szét, egy az, hogy még így rászoktam, na most pont elszakadt, de rászoktam így hajtani, és egy picit így meggörgetem a kifliket. Oké, okay. És most jöhet a bacon, ez két szelet lett. Szóval jöhet egy szelet bacon, amibe így szépen belecsavarom. Így, és mehet is a tepsibe. Na, ezt most megcsináljuk még 8-szor. Nyújtásnál azért próbáljunk arra figyelni, hogy picit ilyen háromszögesebb alakú legyen, tehát az alja szélesebb legyen, mint a teteje. Nem kell tökéletes háromszöge, csak tényleg szélesebb legyen az alja. Azért mozog el most a szilikonlapom, mert bekerült alá egy kis liszt, és ilyenkor ugye csúszkál, de alaphelyzetben nem szokott. Ide teljesen a tetejére ne rakjatok sajtot, mert akkor nem lehet rendesen össze szorítani, hogy ne nyíljon szét. Kicsit átgörgetjük, és jöhet erre is a bacon. Úgy, köszönöm! Igen. Tessék. Hengergesd. Nem hengergetni akartam, hanem csak bezúrni. Készen vannak a kiflik. Letakarom és kb. 15 percig hagyom őket. Addig előmelegítem a sütőt 220 fokra alul-felül sütésre. Lejárt 15 perc. Egy kis tejet összekevertem egy gereszt fokhagymával, és most ezzel fogom megkenni a kis kifliket. Próbálom csak ott ugye, nyilván, ahol nincsen békön. Mindjárt adok szívem egy pillanat, jó? Egy picit várnod kell, amíg ezt befejezi, anya. Menj el csak nyugodtan, mindjárt beviszem neked, jó? Igen? Vizet, jó, vizet adok. Mindjárt viszem, csak lekenem a kifliket, jó? Állják, most piknikeznek a nappaliban a babáikkal. Mindjárt meg vagyok. Már csak egy van, hát, és mondom is, hogy van poharad, vagy új pohár kell? Nincs, csak ebben a szörpi van. Jó, akkor adok új poharat. Sima vizet kérsz? Ez a pohár jó lesz? Jó. Nem, mégsem ez a pohár, oké. Okay. A hercegnős? Jó. Ez? Jó, oké, ez megvan. És hogy halmozzuk az élvezeteket, a maradék reszelt sajtból is teszek rá a kiflire, oda, ahol nincsen békön. És akkor most megy be a sütőbe, ugye 220 fokra van a sütő előmelegítve, alulfelül sütés, és 15 perc kell csak neki. Na, el is készültek. Szerintem nagyon szép lett, jó ropogós. Kicsit kihűl, és akkor széttöröm, megmutatom, hogy hogy néz ki belülről. Még nem hűlt ki a kifli, de már csak 4 darab van belőle, úgyhogy inkább megmutatom, hogy milyen. Ez nem sül úgy teljesen össze, mint egy normál kifli, úgy ott látszódnak, nem tudom mennyire látszódnak, de látszódnak ott a sajt rétegek. De finom, puha, tehát hogy szerintem nagyon finom. Mi ehhez nem szoktunk enni semmit, tehát nem vágjuk félbe, nem kenjük meg, ezt simán így szoktuk enni. A lányoknak nagyon ízlik, Zsoltinak is nagyon ízlik, szerintem is nagyon finom, úgyhogy ha gondoljátok, próbáljátok ki. Kell, hogy nem lehet illatokat küldeni YouTube-on keresztül, mert valami eszméletlen jó illaton, hogy a békön, a sajt, a fokhagyma tényleg brutálisan jó, és brutálisan finom is, úgyhogy próbáljátok ki. Sziasztok!